Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ahogy Horváth Ádámot halljátok. Ezúttal Facebookon megy először élőben, aztán ha majd a YouTube-on is lehet visszanézni. A BSRL Hungaroringi állomására érkeztünk, ez a második versenyhétvége a BSR szériának, és jelenleg az időmérő edzés zajlik, ahol gyorsköröket még nem igazán teljesítettek a pilóták, de most is 10 perces az időmérő, szóval túl sok ideig nem is lesz arra, hogy sok gyorskört fussanak. Az élmezőnyből Szabó Krisztián lesz majd az, aki elsőként fogja befejezni a gyorskörét. És ugye az a Szabó Krisztián, aki az előző hétvégén mind a két futamot meg tudta nyerni. De majd a pontversenyre egy kicsit később, most nézzük ezt a köridőt, 32-1. Ugye a Hotlapszon ő és Rátkai voltak a leggyorsabbak, és egyelőre most is ez tűnik ki a képből. Rátkai 31-3, ó! Oh! Az már egy jobb, sokkal jobb köridő. És a többiek egyelőre a közelében nem ér, nincsenek ennek a körnek. A harmadik helyen Olá Krisztián már másfél másodperce van Rátkaitól. Szóval itt lehet, hogy nem lesz annyira szoros küzdelem talán, mint a Motorland Aragónon. Raffai jön föl most a harmadik helyre, neki 1.32-5-tel. És Sáros jön negyedik. Azt nézem, összesen 14 pilóta van, ugye, akik majd elrajtolnak, szóval egyébként egy picit csökkent sajnos a létszám, de ez még azért nem jelenti azt, hogy nem válhatunk egy jó futamot. Fú, Rátkai a második szektorban ezredre azonos eddig a köridej, az előző leggyorsabb köridejével, hát ez úgy érdekes, de az akkor azt jelentheti, hogy konstans nagyon gyors lehet, és Szabó Krisztián a második helyen, de viszont a részideje egy tizeddel lassabb, mint Rátkai a végén. 1.31.461, sőt 900 egész pontosan. Rátkai pedig nem is javít. Rafai viszont a harmadik helyen javít, csak nehogy feltartsa ott előtte Szabi. Bár Rafai ideje egyelőre nem veszélyes az első kettőre, és így még biztosabb, hogy nem is lesz. Az is szempont, hogy összesen 10 kört lehet menni. Tehát, hogyha valaki nagyon ezt képelni akar a gyors körre után, akkor ez még akár el is fogyhat idő előtt ez a 10 kör. Rafai végül pont nem javít. Mivel ugye egy felvezető kör és egy gyors kör az 2, majd utána, ha ezt nyom, akkor is a levezető körrel együtt az már 3. Még lehet egymás után is teljesíteni több gyors kört, és akkor azzal úgy beosztani a ugye egy gyors kört teljesíteni több idő, mint eszket nyomni, Raffai megforog a kettes kanyarban, és ezzel egy picit föltartja a mögötte érkezőket. És Gál Szilveszter az ötödik helyen egy leggyorsabb első szektorral kezd. Nocsak, nocsak, nocsak. Lehet, hogy ő még akkor majd veszélyes lehet? Mindjárt kiderül. Itt már a középső szektor. Hát itt már fél másodpercre van Rátkaitól, szóval azért ez nem olyan egyszerű. És még itt jön az utolsó szektor ezekkel a lassú kanyarokkal. Már a célegyenesben. És a harmadik helyre följön, de így is 8 tizedre van Rátkaitól. Hú, nem is tudom. És Trungel a tizedik helyen. Appá, egy picit kicsúszik pont, amikor ránéztem, hogy hol megy. Ő is leggyorsabb első szektorral kezdett. Viszont a második szektoron egy másodpercre van Rátkaitól. Fú. Látszik, az első szektor az nem olyan jelentős akkor így részidők szempontjából. Ott
többen is meg tudják még javítani Rátka idejét, szóval lehet, hogy Rátka jött valamit hibázott. Na nézzük, Trungel már célegyenesben. És javítani fog, kérdés, hogy mennyit, a hetedik helyre jön föl. 1.32.958. És igen, ahogy számítani lehetett rá, Rátkai az első helyen már a saját részidején belül, de a középsőben már elmaradt, szóval lehet, hogy nagyon erős kört futott, és most már ezt csak nehezen fogja tudni megjavítani. Szélesen kezdi, szóval már az új körre hangol, valószínűleg ezt a köridőt ezt nem is érdemes nézni. Ennek ellenére 32-5, hát igen, itt visszavett egy picit. Igen, hát itt már majdnem 2/10 az előnye az első szektorban saját magához képest, szóval ez így. De mögötte Szabó Krisztián is egyébként igyekszik javítani, szóval érthető, hogy most siet. És már percen belül vagyunk, szóval ezen kívül maximum még egy köre lehet. De jó nagy csetet kezdenek már az időmérő edzésen is egymással, úgy tűnik. Ugye a Aragonban Szabó Krisztián ellen nem sok esélye volt senkinek, itt úgy tűnik, hogy más a helyzet. Na nézzük ezt a köridőt, ez már 31 eleje lesz. Ezt nem mondom, hogy 30 elejésből megy, azért az erős lenne, de 31-2-26. Rátkai nagyon gyors ezen a pályán, úgy tűnik. Horváth Szabi elhagyta a játékot, remélhetőleg még vissza fog jönni. Azért jó volna, ha nem nagyon fogyatkozna már ez a mezőny, mert előző pályán egy picit, mintha többen lettek volna, lehet nem sokkal. És Rátkai még tovább javít azt a mindenit. Közben leintik az edzést, szóval ez már az utolsó gyorsköre mindenkinek, aki még megkezdhette. Rátkai nem fejezi be a gyorskörét, Szabó Krisztián pedig a második helyen próbálkozik, de nem jobbak a részidejei már. Szóval ez lehet, hogy ennyi volt, kicsit csúszkál, és lehet, hogy a gumik is elkoptak egy picit, hogyha folyamatosan kim volt. Szóval szerintem ez az időmérő edzés már vége, de azért a középső szektort még azért megvárom, hát ha itt valami történik. Hát a saját idején egy picit javít, de Rátkaihoz képest veszít, úgyhogy ez már nem valószínű, hogy akkora csodát tud produkálni az utolsó szektorban, hogy ez még változzon. De azért egy pole pozíció után egy második hely azért nem olyan rossz rajthely, ugye az előző hétvégén ott abszolút uralt mindent. Itt a Hungaroringen viszont egyelőre Rátkai János a leggyorsabb, 1.31.226-tal megszerezte a pole pozíciót, mögötte rajtom, majd mellőle Szabó Krisztián, és Rafa Jeldem a Schumacher Motorsport másik versenyzője a harmadik helyről, ő viszont sokat javult így Aragonhoz képest. Utánuk ilyen Magyarósi Dániel, Gál Szilveszter, Sárosi Gábor 6., aztán Cséplő Máté, Olá Krisztián, Trungel Szabolcs és Kotenc Dániel zárja az első 10-et. Bár ugye a fordított rajtrács majd csak a futam alapján lesz, szóval ennek még most nincs akkora jelentősége.
Aztán Borkovics Bálint 11., Tóth Gergő 12., Sandó Balázs 13., és ugye Horváth Szabolcs visszajön, akkor ő lehet talán a 14. Most a warm-up zajlik, ezt 6 percre állították, de aztán mennyire fogják végig futni, azt így nem tudom. De... de ha már itt most úgyis van egy kis szünet, akkor esetleg ezt megragadom az alkalmat, hogy egy picit a pontversenyről beszéljünk. Ugye hát azzal nem árulok el nagy titkot, hogy Szabó Krisztián a 2 futam győzelme után 50 ponttal vezeti a pontversenyt. Aztán második Csépülő Máté, neki 38 pontja van, aki ugye ezt úgy szerezte egy második és egy harmadik hely, szóval még ez is egy konstans jó teljesítmény. Sárosi Gábor a harmadik 30 ponttal, aztán Rátkai János negyedik 28 ponttal, Trungel Szabolcs az ötödik 24-jel, és Rafai Ádám a hatodik 22 ponttal. Én körülbelül ezt satszolnám úgy az élmezőnynek, legalábbis az előző futamon elért eredmények alapján, ugyanis leszámítva Rafai első futamát, ők hatan osztoztak az első 6 helyen mind a 2 futamon. Úgyhogy bár eltérő sorrendben, de ettől függetlenül itt egyesek úgy látom nem díjazzák a Facebook chat funkcióját, vagy hogy ott ez a közvetítés most Facebookon zajlik, hát I'm sorry, ez Attila területe. Szóval visszatér... Mondtál valamit, Attila? Hát pont, hogy nem tetszik nekik. Remélem technikai szünetre azért nincs szükség, főleg egy Facebook live van ott, azért még nehezebb is. Egy YouTube-on még hagyján. Szóval itt egy kis technikai diskurzus után most akkor megy az adás? Szóval akkor kis elnézését kérjük mindenkinek. Itt egy kis technikai megbeszélés is ment az élő közvetítésbe, mert méne. Szóval ugye a pontversenyről beszéltem, meg arról, hogy kik várhatóak az élmezőnybe ugye ezen a futamon is. Hát sokat itt se változott ez a képlet, tehát annyi van, hogy néhány új szereplő is megjelent, aki az előző futamon még nem volt. Így azért nem olyan kiszámítható most sem az, hogy mi lehet majd a vége. Az időmérő alapján mondjuk azt mondanám, hogy Szabó Krisztián és Rátkai János a legesélyesebb, de... lesz már egy fordított rajtrácsos futam is, az is tartogathat érdekes jeleneteket, ott azért át kell verekednie magát a mezőnyön a leggyorsabbaknak. És ráadásul nem is az első 8, hanem az első 10 fordul futam alapján, szóval még ez egy külön plusz, hogy most nem tudni a sorrendet még, csak azt, hogy majd utána aki itt a 10. helyen végez az első futamon, az rajtolhat a pole pozícióból. Ennek ellenére azért nem annyira éri meg, mert azért pontban az nem olyan sok.
Ezzel szemben, aki megnyeri a futamot, annak utána a 10. helyről kell előre verekednie magát, és ugye így még nehezebb, mint hogyha az időmérő alapján lenne, hiszen az időmérőn azért előfordulhat az, hogy mondjuk olyan valaki kerül oda, aki csak egy körön jó, de egyébként futamon nem olyan stabil. Futamon viszont már viszonylag stabilan alakul ki a sorrend. Na de hát ez majd meg lesz, ez az izgalom a fordított rajtrácson. Egyelőre a fő, úgy is fogalmazhatunk, hogy a fő futam következik hamarosan, most már egy percen belül van a warm-up. Itt néhány rajtpróbát is elvégeznek néhányan, hogy azért az is a lehető legtökéletesebb legyen. És ha már pont verseny, ugye azt még nem említettem, hogy ugye a konstruktőri, tehát a csapatbajnoki pontversenyt is számolják. Hát itt egyelőre a Schumacher motorsport a legjobb, de hát ez mondjuk főleg a második futamon látottak alapján, ahol kettős győzelmet arattak, nem olyan meglepő. Aztán a BSR-el Talent Racing, ami egyébként most így meg nem mondom, hogy kikből áll. És most a Szerón nem látni. Na mindegy, ők vannak a második helyen. Aztán a Valerti X a harmadik. Egész pontosan Magyarorsi Dániel és Sárosi Gábor csapata. A Lotus Racing az egyébként Rátkai János egy személyben, ahogy egyelőre észrevettem. Aztán a Velon, azt most jelen pillanatban Tóth Gergő az, aki itt van. A Hungarian Racing Team az Borkovics Bálint és Gál Szilveszter. A Mira, csak itt az egyes helyen egy kettes van, az Olá Krisztián személye, tehát most egyébként a konstruktőri sorrendben mondom a csapatokat. A Tekvan VM Racing lesz, hát most ők sincsenek itt, meg a Genesis sem, és a Károly sem. Mondjuk ők már az Aragon hétvégén se szereztek pontot, szóval ez így érdekes. De, de mi alatt ezt végigmondtam, a felvezető kört is elkezdték már a fiúk, bár a Hungaroringen még ez egy picit rövidebb is lehet, mint a Aragonban, ugyanis ez egy rövidebb pálya. Bár az is igaz, hogy kicsit lassabb. És ez még csak nem is a legújabb verziója Hungaroring, hiszen több bukótér is sóderágyas. Bár ez nem feltétlenül jelent problémát, mert azért nem valószínű, hogy olyan sóder, amiből ne tudnának kijönni. Hát meg így is sajnos azért több ponton is, bár sikánban szerencsére nem, de van egy-két olyan pont a pályán, ahol le lehet szélesíteni. Szóval lehet, hogy a futam után majd lesz dolga a versenybíróságnak, hogyha ezeket visszanézi. De itt például a középső szektorban a finom kis sóderágy az azért az jóféle. Mindenképp gátolja a szélesítést. Hamarosan vissza is érnek már a célegyenesbe a felvezetőkörről. Na nézzük, itt még a hátsó gumikat egy picit felmelegítik, az fontos. És aztán hamarosan kezdődhet a futam. Hopp, ott valaki kicsúszott már a felvezető körbe. Hamarosan gyulladnak a piros lámpák, ez meg is történik.
És nézzük, hogy jönnek el a rajtnál. Szabó Krisztián sokkal jobban rajtol, mint Rátkai, át is veszi a vezetést egyből. És még Magyarósi is jobban rajtol, ő is támadja Rátkait, és itt az egyenesben mellé is ér, és úgy látszik, hogy az egyes kanyarban már talán, de nem, mert Rátkai szélesen fordul, Magyarósi pedig megpörög! Itt egy kis baleset az első kanyarba, összemennek egy páran. Olá Krisztiának eltűnt a hátsó szárnya. Hát az ő versenyének ez a lényegében vége. Az élen viszont Szabó Krisztián, Gál Szilveszter és Rátkai. Tehát Gál volt az, aki így végül profitált itt az első kanyaros csatepatékból. Szabó Krisztián pedig egyelőre úgy néz ki, hogy megléphet az élen. Bár ehhez azért Rátkainak még valószínűleg lesz néhány szava. De ahhoz most Gált kell majd nagyon hamar megelőzni, a sikánban ráesik féktávon nagyon. Vannak bizonyos kanyarok, ahol egyszerűen sokkal gyorsabb, de aztán meg vannak kanyarok, ahol meg állandósul a különbség. Itt ebben a gyors jobbosban is most közeledett Rátkai, vagy csak úgy tűnt. Ja, azt is hozzátenném, hogy itt a Hungaroringen azért lehet, hogy már nehezebb lesz előzni, mint a Aragonban, ugyanis ez egy keskenyebb pálya. Olá Krisztián egy nem a legjobb kedvében van, amit egyébként abszolút meg lehet érteni. És nem is gyorsabb az egyenesben Rátkai, úgyhogy itt nem tudja megelőzni Gál Szilvesztert. Kicsit állandósultak a különbségek egyébként viszonylag hamar. Kicsit hátrébb is nagyobbak a küzdelmek folyamatosan, de Rátkai most már egyértelműen utal érte, és folyamatosan ott ment mögötte. Itt a Menszelbe egy picit ráesett, talán túlságosan közel ment hozzá, de egyelőre nem találja a pontot, ahol meg tudja előzni. Tényleg nehéz előzni a Hungaroringen, ez most már ebből az két körből egyértelműen kiderült, még mellé érni sem tudott. És miközben ők csatáznak, Szabó Krisztián távolodik. Szűkebben fordul Rátkai, és most már megfogta a szélárnyéket, na most talán itt a 12-esbe befelé, nem. Még csak közel ér, de nem elég közel. Teljesen máshogy fékeznek. És akkor nézzük a célegyenest. Szabó Krisztián a leggyorsabb kör, de hát ez nem meglepő, Rátkai viszont ott van a szélárnyékban, és itt, amikor már majdnem leszabad ez az autója, akkor sem tud mit kezdeni vele. Gál Szilveszter szélárnyék nélkül is tudja hozni ezt a sebességet az egyenesben. Kicsit hátrébb pedig Borkovics és Sárosi a 6.-7. helyen, ők is nagyon jól el vannak, Magyarósi mögöttük a 8. Na, ő viszont hamar feljött a megpörgése után. Itt egy szép hármasból összeállt, és még Kotenc is ott van mögöttük, sőt Cséplő is. De ez jó, mert itt 5-ből 4-en csapattársak így még pikánsabbá teheti a csatát. De itt se tudnak mit kezdeni, Kotenc kicsit kicsúszik, így most Cséplő átveszi tőle a 9. helyet. Sárosi pedig letolja a pályáról szinte Borkovicsot, de hát a sikánban nem fér el így két autó. És Rátkai a 3. helyen most már mellé ér Gál Szilveszternek, de a kanyarokban nem hiába. Ez kevés egyelőre, na most megint szűkebben fordul, most még közelebb van, mint az előző körben. És de Gál még mindig tartja a 2. helyét. És elég rövidet tud fékezni, hogy ott maradjon Rátkai előtt. Na. Nem úgy van, azt gondolja, és nem hagyja, nem engedi a pozíciót átadni. És itt viszont messze is van tőle, szóval nagy esélye nem lesz támadni. És
és Magyarorsi a 8. helyen Borkovics mellett, na ő viszont tud támadni a célegyenesben, most megpróbál aláfordulni, de egy kicsit megcsúszik, így ez sikertelen volt ez a manőver, abszolút. Sárosi már átment rajtuk. És Cséplő is érkezik. Kotent egy picit lemaradt, úgyhogy ő neki már majdhogy nem mindegy. Magyarorsi gyorsabbnak tűnik, mint Borkovics. Szóval előbb-utóbb előzési kísérlet lesz belőle, és ő láthattuk, hogy az egyenesben mellé tud érni. Szóval lehet, hogy egy picit könnyebb dolga lehet így, mint Rátkainak. Viszont ha így lesodródik az ívről, akkor Cséplő elmegy mellette bizony. Ezzel Cséplő már a 8. helyen van. Ugye Cséplő a motorrad Aragonon azért jelentősen jobban ment, ott a ugye két dobogós helyet szerzett, szóval nem meglepő, hogyha ő most itt át tudja verekedni magát rajtuk viszonylag hatékonyan. A leggyorsabb kör közben Gál Szilveszter, egy kicsit közeledtek így az élmezőnyhöz. De egyelőre lehet, hogy most azáltal, hogy Rátkai nem támadja annyira, így összességében jobb tempót tudnak menni, és akár még majd később az első helyet is nagyobb csatát vívhatnak, de egyelőre Magyarorsi és Cséplő és Borkovics nem. Most picit befagytak a pozíciók, ebben a körben legalábbis. Ja, 20 perc maga a futam, ha ezt esetleg nem említettem volna az elején. De ez elméletileg látszani is, látszódnia kell ennek a képernyőn. Folyamatosan látszik a hátralévő idő. Cséplő itt jó tempót diktál a élmezőnyhöz képest. Bár Sárosi már bőven ott hagyta őket. És Rátkai most megérkezik a harmadik helyen, most egyértelműen Gát tolja le. És most a 12-esben meg lefelé megcsinálja Rátkai, egy picit összeértek, de Rátkainak megvan a második hely. A tép volt egy lekörözés is, az nem tudom, hogy esetleg mennyire zavarhatta be őket. Bár lehúzódott rendesen a versenyző, szóval elméletileg nem kellett volna, hogy az zavarjon. Minden esetre Rátkai valahogy megcsinálta az előzést, ami annak fényében még érdekesebb, hogy Gál Szilveszter előtte futotta meg a leggyorsabb kört. Szóval úgy tűnik, hogy a tempója az jó lehet, sőt, 2:15 hozott Szabó Krisztiánon, úgyhogy abban volt egy ilyen előzés is, amit még talán láthatatok. És Gál megpróbál visszajönni neki, de az ott nem sikerül, kicsit meg is csúszik, ezáltal most lemarad. Rátkai pedig nagy nehezen megcsinálta a manővert. 5 körbe tellett neki. És elkezdhet följebb zárkózni, ha tud. Gál most már egyértelműen kezd lemaradni, viszont elég nagy az előnyük ahhoz, hogy Trungel és Raffai ne jelentsen rájuk veszélyt úgy a továbbiakban. És Cséplő viszont nem adta fel a Borkovics elleni küzdelmet, a 7.-8. helyen vannak most ők. És Cséplőnek azért is kéne igyekeznie, mert utána, ha nem tudja megőzni rövid időn belül, akkor Magyarorsit újra megkaphatja a nyakába. Itt Cséplő is a kanyarokban érkezik meg inkább Borkovicsra, most viszont mellé ér itt a utolsó szektor elején, és itt a féktávon egymás mellett fékeznek, de egyelőre Borkovics rövidebbet fékez, Cséplő pedig nem tud aláfordulni, mert Borkovics tudja zárni az ívet. Itt is már belülfordult Cséplő, kívülről próbálja meg Borkovics mellett, és ez itt meg lesz, mert ott a Box utca bejáratánál van annyi hely, hogy Cséplő megcsinálja a manővert. És aztán Borkovics vissza az utolsó kanyarba. Nagyon szépen küzdenek, most Borkovics megint védi a belső ívet, Cséplő szélárnyékban van, mindent rátekert az autóra valószínűleg, a Raffai kipördült előttük, így egy kis sárga zászló lehet talán, de Raffai addigra visszaáll, szóval pozíciót nem nyernek, viszont amíg Cséplő nem tud mit kezdeni Borkovicssal, megérkezett rájuk Magyarorsi is.
És egyelőre nem tud mit kezdeni vele. 10 perc van még hátra. De csúszkáltam ezzel becséplő. De a tempóján olyan sokat nem rontott ez a csúszkálás, mert ugyanúgy jön meg. Itt rá a rázóra, mindenre, amit csak létezik, hogy valahogy tempót nyerjen. De egyelőre Borkovics tartja a 7. helyét. Rafai pedig eléjük jött vissza, de utána elkezdett távolodni, mert azért jobb a tempója. Cséplő nézegeti az éveket, de nem, itt nincsen hely. Viszont annyira lelkesen nézelődik, hogy Magyarorsi ezt megirigyelte tőle, és ő is szeretne nézelődni. Most Cséplő hibázik egy nagyon picit, kiteszi a fűre, de Magyarorsi nem tud még ott mit kezdeni vele. Leszabályoznak az autók, így a célegyenesben sem tudnak támadni komolyabban. De egy nagyon szép hármas bojt összeállt. Cséplő most itt a Menszelben. Szinte teszik keresztbe majd, hogy nem az autót. És Trungel is megpördült előttük, mert most jön vissza oda. És most viszont Magyarorsi is megpróbál beleavatkozni itt a sikennel már a küzdelmekbe, de egyelőre nincsen hely. Cséplő sem tud mit kezdeni Borkovicssal. Nagyon szépen csatáznak. Kicsit lecsúszik az ívről, most talán Cséplő, ezzel Borkovics egy lélegzetvételnyi előnyhöz jut. És Cséplő megint megcsúszik, és most Magyarorsi odaér, és most megvan az előzés Magyarorsinak. Ezzel feljön a 8. helyre. Cséplő ahelyett, hogy nyert volna egy pozíciót, még veszített is egyet. És most Cséplő kicsúszik, a füvet fogott, de talán vissza tud jönni. Hát a saját csapatását tartja ezzel föl. Hát ezt nem a legjobban sikerült így csinálni, de legalább most már el lesznek meg a környékükön senki. Na nézzük, Magyarorsi tud-e valamit akkor kezdeni Borkovicssal. Hát egyelőre nem úgy néz ki. Cséplő meg valószínűleg hamar le fogja rázni Kotencet. Most itt a hármas kanyarban Magyarorsi is sokkal jobban jött ki, mint Borkovics, de Borkovics megint védi az ívet, és így a Menszerben nem lehet előzni. Nem olyan széles ez a pálya. Kicsit lesodródik Borkovics, de ennek ellenére tartja a helyét. Sikánban sem tudok mit kezdeni vele. Szóval most már egyértelmű, hogy mindenhol megpróbál odaérni. De egyelőre nem. Most is jobban gyorsít ki, és oda fog érkezni féktávon, de ez még kevés. Borkovics rövidebbet tud fékezni. És így meg tudja tartani a pozíciót. Mindenhol szűk íveket választ. Azért, hogy ne tudjon mellé menni, de ennek erre most aláfordul. Picit hozzá is ér az autója. És lement egy újabb kör. Na most viszont ott a szélárnyék a végére azért csak használ valamit, de nem, mert jön a féktáv. Jön a féktáv, és egyből nem tud mit kezdeni vele. És miközben őket néztük, közben az első két helyen Rátkai, de megérkezett Szabóra. Hoppá. Hamar elfogyott a különbség, Rátkai mindenhol támadja.
itt a középső szektorban is megérkezik rá, és most már Szabó a belső íven, Rátkai külső íven. Egyelőre azt nem engedi Szabó, hogy ott megelőzzék. De Rátkai debegyorsult, Gált teljesen ott hagyták, Rátkai pedig áppá, belefordul egy kicsit, na ez így nem volt szép, most akkor bevárja? Vagy most igen, kicsit kilökte Szabót, és most nagy nehezen visszaengedi. Ez nagyon sportszerű volt, csak elvesztegettek egy csomó időt vele, de maradtak az első két helyen, szóval talán ez nem olyan nagy probléma. Viszont most megint a célegyenesben ott van Rátkai szélárnyékban. Szabó belső ívet védi, és Rátkai nem biztos, vagy. Megint összeütköztök, srácok, mi van? Gál Szilveszter az, aki profitált ebből, na most viszont Rátkai már nem várja be. Hűha! Úgy látszik, hogy kicsit eldurvultak a viszonyok, meg a csata. Rátkai most nem tudom, hogy így. Bár egyébként ez nem is volt annyira már Rátkai hibája, mert itt már nem hátulról jött, hanem egymás mellett voltak, amikor is ugye belülről Szabó megpördült, ahogyan összeütközött Rátkaival. Na mindegy. Na igen, a két gumi. És ilyenkor ugye, hogyha az azonos tengelyen lévő kerekek érnek össze, akkor ilyenkor a belül lévő az, aki rosszul jár. Mert lehetett volna ez fordítva is, hogyha Rátkai autója egy picit előrébb van, akkor lehet, hogy ő forgatja meg magát Szabó Krisztián. Na mindegy. És egyébként már nem is sok van hátra a futamban, 3 percnél egy picit több, szóval nem is lett volna hátra sok kör. Minden esetre azok után, hogy az első futam minden olyan simának tűnt, főleg Szabó számára, itt azért már egy picit más a helyzet. Rátkai mondjuk minden valószínűség szerint innentől kezdve megnyerheti ezt a futamot, ha csak nem még ő is hibázik valamit, és Gálnak van annyi előnye a második helyen, hogyha ő se hibázik, akkor most már önerőből Szabó nem érheti utol. És így most a hátrébb pedig eléggé szétszóródott a mezőn. Lehet, hogy ott is történt valami, Magyarorsi látványosan visszaesett. Viszont... hát nem is tudom, mit mondjak. Nagyon, nagyon érdekesen alakult ez a futam. Nem volt annyira izgalmas talán, mint az aragóni futamok, de... lehet, hogy az utóélete ennek a futamnak egy picit nagyobb lesz itt az ütközések miatt. Hát vagy azért az majd, ugye még mivel van egy futam, ezért akár a chat is majd árulkodó lehet a két futam között, hogy ott esetleg mi fog történni. Bár azt mondtam, hogy Gálnak elég nagy az előnye, azért ez nem biztos, mert a rohamos mértékben kezd el csökkenni. Szóval Szabónak még a második hely, így az utolsó körben akár meg is lehetne majd. Rátkai viszont elkezdett egyértelműen gyors köröket futni. Szabó Krisztián pedig 1,3 másodpercet hozott Gál Szilveszteren, és mivel még hát, most az a jó kérdés, és egyébként ez az, amit nehéz kiszámolni, hogy még egy vagy kettő kör lehet hátra. Egy perc, de Rátkai már teljesített annyit, hogy egyébként azt gondolom, hogy ha Rátkai egy picit visszavesz, akkor már ez az utolsó köre. És kérdés, hogy neki most mi a célja, mert hogyha picit visszavesz, akkor ugye Szabónak nincs még egy körre támadni. Viszont még akár az is lehet, Szabó átvágja a sikánt, hogy ha most Rátkai nem vesz vissza, hanem nyomja, akkor meg annyira ellép, hogy kérdés az, hogy kit találnak majd hibásnak az ütközésben, és ha igen, akkor mire büntetik, ha egyáltalán büntetik. De hogy ugye esetleg egy annyi előnyt kiautózni, hogy büntetéssel együtt is meglegyen, bár szerintem azért az
erre kicsi az esély, az könnyebben össze tudja hozni, hogyha most egy picit visszavesz, sőt, vissza se kell vennie, mert letelik az idő. Tehát most letelik az idő, Rátkai pedig a célegyenesben, az azt jelenti, hogy ez az utolsó kör, és Rátkai ebben a pillanatban megnyeri a futamot. Gál Szilveszter jön a második helyen, Szabó Krisztián pedig végül a harmadik helyen zárja az első futamot. Érkezik Sárosi, ő lesz a negyedik, ő is szépen felzárkózott. Rafai Ádám jön az ötödik helyen. És majd hamarosan Trungel Szabolcs lesz a hatodik. Úgy van. És Csépő valahogy átrágta magát Borkovicson, ezzel ő lesz a hetedik, pedig az előbb már le volt maradva. Borkovics nyolcadik, Kotenc lesz a kilencedik, és Mogyorósi Dániel fog érkezni a tizedik helyen. Így tehát ő fog a pole pozícióból rajtolni majd a következő futamon. Aztán jön Tóth Gergely, ő lesz a 11. És Horváth Szabi érkezik majd még a 12. helyen, de az már egy picit arrébb van. Sandó Balázs pedig már bejött a 13. helyen két kör hátrányban. Most ugye még Horváth befutóját meg kell várni. Addig nem kezd, addig ne, nyilván nem fog újra, nem fogják újra indítani a szervert. Viszont amint ez megtörtént, most visszajön a boxba. Hát ez jó. Bár utolsó körben nem igazán értem, hogy mi szükség van kijönni a box utcába, mert ennyi erővel be is fejezhette volna a futamot. Minden esetre ettől függetlenül 1 perc 48 másodperc hátrányban beér, vagy hát így lesz majd benne a végeredményben. Úgyhogy most, amíg a rajtrácsot szerkezték, addig egy nagyon rövid kis szünetet tartunk, de nem menjetek sehová. Mi mennyien? Ja, és hogy ez a több.
De amúgy ilyenkor a box utcát adod, vagy be tudsz adni más videókat, vagy ezt hogy szoktad? Jó, végül is mindegy. Vagyis te. Várj, a telóról belépek, legalább akkor úgy néz ki, mintha én is nézném. Ezt vágod, hogy megy a hangom. Szóval itt egy kétoldalú kommunikációnak csak az egyik fele az, ami behallatszik adásba, ez szerintem a legszebb amúgy, mert a legfurább szövegek tudnak ilyenkor így jönni. Na mindegy. Viszont legalább telefonról most már csetet is tudom nézni, hogyha esetleg van valaki, aki itt hozzászól az eseményekhez. Úgyhogy, ha valaki úgy érzi, hogy szívesen hozzászól, sőt, még én magam is örülök neki, hogyha szívesen hozzászólnak, akkor várom a chatbe az üzeneteket, mármint itt az adásnak a chatjébe, ami aztán elvileg el is fog tűnni, vagy az csak a YouTube-nál van? Na mindegy. Vagyis ez megmarad, hát se baj. Legalább akkor utólag vissza lehet nézni, hogy mit alkottunk egy-egy adás alatt. Még egy perc van hátra körülbelül a warm-up-ból. Ezt most már valahogy kibírjuk. Rajtrácsot már megszerkesztették. Mindjárt azt is tudom majd mondani, hogy akkor mi lesz a pontos rajtsorrend. És ez minden valószínűség szerint csak rajtsorrend, mert olyan nincs, hogy ez a futamon ne változna. Hiszen a fordított rajtrács lényege, hogy a leggyorsabbakat egy picit megdolgoztatják. Sajnos nincsen két telefonom, szóval ennyire profin azért nem tudom megoldani ezt a bejelentkezősdit. De egyébként, hogyha legközelebb meg Instagramon live-olsz, akkor még azt is látod, hogy kinézi. Szóval a következő szint az Instagram lehet, mert ott viszont minden egyes nézőt, bár annak meg lehet, nem tudom hányan használnak Instagramot, de esetleg az még egy opció. Még az Instagramos platformnak az egyik hátránya, hogy ott azt hiszem nem maradnak meg ezek a videók, meg az elég furán néznek ki egy ekkora tartalom egy olyan portálon. Az jó, hogy pont futamra tűnnek el a nézők, lehet, hogy néhány versenyző is fent volt. Itt a szünetben lehet fölnéztek néhányan, és emiatt kicsit többen voltunk, na se baj. Szóval, Mogyorósi Dániel a pole pozícióban, Kotenc Dániel a második, utána ők jön Borkovics, Cséplő, Trungel és Rafai, majd Sárosi Gábor a hetedik, Szabó Krisztián a nyolcadik,
Gál Szilveszter a 9. és Rátkai János az előző futam győztese fog a 10. helyről rajtolni. Ez tehát a fordított rajtrács, mögöttük pedig már a futam befutási sorrendjében Tóth Gergely, Horváth Szabolcs, Sandó Balázs és Olá Krisztián, aki be se fejezte a futamot, miután a hátsó szárnya az körülbelül egy kanyart sem tett meg épp állapotban, sőt úgy is fogalmazhatunk, hogy a helyén. Úgyhogy ez lesz tehát a rajtsorrend. Hamarosan visszaérnek a célegyenesbe. Kicsit lassabban is lehetne itt már jönni, de hát úgy látszik sietnek. Lehet, hogy valaki már éhes. És ha mindenki beáll a rajtrácsra, ami nem is pillanatokon belül meg is történik, akkor el is kezdődhet a futam. Égnek a piros lámpák. És hadd szóljon Horváth Szabi eltűnt a szerverről pont a rajt pillanatában, viszont az első 3-4 simán eljön. Egyelőre nagyobb probléma nélkül, Szabó Krisztián nagyot rajtol és már a 6. helyen van. Sárosinak pedig egy áthajtásos büntetése van, szóval valószínűleg kiugrott a rajtnál, ott többen lecsúsznak az ívről, és ezáltal a cséplő az, aki profitál ebből, és visszajön a 3. helyre Trungel elé. Szabó Krisztián már Kotencet támadja az 5. helyére, ott előttük is egy nagyobb csata, de egyelőre megússzák ütközések nélkül, talán ezt a első 2-3 kanyart, Rafait kiforgatják, és letörik az első szárnya. Szóval Rafai, hát neki így a lényegi verseny az most itt véget ért. Szabó Krisztián viszont már az 5. helyen van, miközben Magyar Orsi az élen egy picit meglép, Szabó Krisztián pedig Borkovics mellett úgy keményen befékezett, viszont elfékezte, Borkovics visszajött. Mögöttük Kotenc Gál és Rátkai nagyon agresszívan teszi be a 8. helyen az autót, de Gál azt még ott levédi. Hát akkor is, hogy a szomszédban azért némi agresszióért, Szabó Krisztián most már a 4. helyen, de még Borkovics kívülről de szépen befékez elé. És most Szabó Krisztián leszélesítette a pályát, de ott 13-as kanyarban, ott van Borkovics előtt, és Borkovics ennél már nem tud visszajönni. Az élen pedig Trungel utolérte Magyarósit az első 2 helyen, ők is most itt a célegyenes végén komoly ütközetbe fognak kerülni, Trungel külsőiben rövidebbet próbál megfékezni, és ú, de bevágott elé! Az de szép manőver volt, és nem értek össze. Trungel nagyon keményen előzött, úgy látszik, ő próbál meg akkor ezek szerint meglépni. Rátkai pedig a 7. helyen továbbra se tud mit kezdeni a 2 HRT-vel. Vagy ezzel a piros autóval, piros-fehér. Most Gál Borkovics mellett, ezt talán hagyja is Borkovics, és Rátkai is jön lendületből, ő is bevág a Menszelbe, de nagyon keményen. Ezzel már a 6. helyen van Rátkai, hát igen, sietnie kell, hogyha most ő akar esetleg duplázni. Ugye az előző hétvégén Szabó Krisztiánnak sikerült dupláznia. Sárosi letöltötte az áthajtásost, viszont így a mezőny végére jött vissza. Rátkai pedig már Gál mögé próbál meg megérkezni. Az előző futamon elég sokat időzött mögötte, szóval a kérdés, hogy ez most hogy fog neki sikerülni. Most azért nem lesz annyi ideje, mint az előző futamon, hiszen még csak a 6. helyen van. És ugye az előző futamon 13 kört sikerült Rátkainak megtennie 20 perc alatt. Feltételezem, most se lesz sokkal több.
sőt, mivel nem, ő, nem, nem az érről kezdte meg, így valószínűleg ugyanúgy 13 kör lesz ez is. És Szabó, negyedik helyen, mi van vele? Vagy így... Ja, most kicsit lemaradtam, úgy látszik Szabó Krisztián cséplőt próbálta megelőzni. Amíg én itt azt figyeltem, hogy Rátkai mit kezdhet meg Gállal, hát megy a csata mindenhol. Cséplő most már azért ott van az élmezőnyben. Akár csak az Aragónban, most már azért kezd helyreállni az a sorrend, amit ott tapasztalhattunk. Viszont itt van néhány újabb arc, vagy hát a liga szempontjából nem új, csak az előző futamhoz képest új. Gondolok itt Magyarósira vagy Gálra. Cséplő még mindig négy kerékkel csúszik bizonyos kanyarokban, főleg kanyarbejáratokon. De egyelőre nincs hely mellette, egy picit meg is lökte most talán Szabó. De ez így nem, ez még nem lesz jó. Na most talán. Most meg szélesen fordult cséplő. De egyelőre a tempója az nem romlott ettől. Egyelőre. Na most külső íven az egyes kanyarban. Most megcsinálja. És itt már előtte is tud fordulni, cséplő csúszkál, de ez így nem, nem megy. És most már Gál is megérkezett mögé. És most már ő is nézegeti az íveket. Itt a Menszelbe egy picit lesodródott. Így egyelőre most cséplő érkezett vissza Szabóra. És Rátkai egyelőre csak ennek a bolynak a végén. De most már az ő is rágyorsít Gálra, viszont itt, az, itt már egyszer megtámadta, de egyelőre nem tud mit kezdeni itt vele. Most viszont szűkebben fordul, Gál még egy kis füvet is fogott, de úgy látszik a lendülete megmaradt, de ennek ellenére Rátkai most bebújik mellé a 12-es kanyarban, és most már talán meg is csinálja, ha csak nem még Gál visszagyorsít rá, de Gál, Rátkai van belső íven. Viszont Gál ott tartja, Rátkai próbálja, megpróbálja leszorítani, de egyelőre nem sikerül, viszont most kívülről megvan. Ezzel viszont egy icipicit lemaradtak az előttük lévő kettősről, de még azért van idő visszazárkózni. Kotenc csúszik ki kicsit hátrébb a tizedik helyen. Féktában megpróbált Sárosinek megérkezni, de ez annyira, annyira rosszul sikerült, hogy konkrétan kicsúszott. Na és Olá Krisztián, most a nyolcadik helyen. Ezzel az elég érdekes festésű autóval, vagy csak nekem tűnik ilyen csíkosnak? Lehet, hogy én nálam van csak a grafika lejjebb véve, aztán azért nem látszik. Na mindegy, Borkovicsot támadja a hetedik helyért. De közben egyébként az élmezőny is hamarosan össze fog állni, szóval nagyon érdekes csaták lehetnek még itt. Még a futam fele se telt el. Hoppá, olá! Csúszkált ebbe a kanyarba egy picit. De nem maradt le olyan nagyon. Én mindent hallok, amit itt... Hát pedig a bukott diák az lehetne, ha már Zambó Jimmy.
Még milyen szerencsé, hogy az ilyen technikai információknak csak a fele hallatszik bele az adásba, mert így ebből pont nem lehet érteni, hogy mi történik. Olá, Krisztián, viszont technikától függetlenül most már ott van Borkovics mögött. A hetedik helyért. Ó, de megérkezik itt rá. Viszont egyelőre... Ezt így nem kellett volna megpróbálni. Ezzel most lemaradt. Na hát mindegy, Rátkai viszont megérkezett cséplőre a negyedik helyért, és ez már egyre intenzívebb támadásnak tűnik. Na nézzük itt ebbe a kanyarba, az nagyon meredek lenne az Alézi beelőzni. Viszont itt annyival gyorsabb Rátkai, hogy utána a 12-esben már többször megpróbálkozott ezen a futamon, és most is megpróbálja, és ott is tudja tartani, és cséplő nem tud visszajönni. Ezzel megvan a negyedik hely. És mehet az első három után. A tempója valószínűleg meg lesz hozzá. Kérdés, hogy a gumik bírják-e, még itt a csetbe írta a két futam között Szabó Krisztián, hogy nagyon elfogytak a gumiai a verseny végére. Lehet, hogy ezért is tudta Rátkai annyira támadni a vége felé. Cséplő még megpróbál visszatámadni, de ott nincs hely. Viszont ezzel Gál Szilveszter az, aki viszont ezt ki tudja használni, és szűkebben fordul. És most úgy tűnik, hogy megvan neki az előzés, bizony. És még körülbelül a fele, így van, a fele még hátra van. Most 10 perc van még hátra. És semmi sem dőlt el. Városi az áthajtás és büntetése után már a 9. helyen, és akár támadhatja is az előtte lévőket, mert ha értelemszerűen gyorsabb náluk. És most a sikámban Borkovics már meg is van. Közben Olá is meg tudta előzni Borkovicsot, de szerintem Olá is nagyon hamar meg lesz Sárosinak. Itt azért nagyon nagy a tempó különbség, szóval itt nem valószínű, hogy sokat kell gondolkodnia. De itt még nincs abba a távolságba. Pop. Itt ebben a kanyarban már többször csúszkáltak. Na de az első hármas milyen szépen összeállt, most viszont egyelőre a pozíciók nem változtak, viszont ez még nagyon ígéretesnek tűnik. És még Rátkai is lőtávolon belül. Tehát tulajdonképpen kis túlzással úgy is fogalmazhatunk, hogy fordított sorrendben vannak ahhoz képest, ami mondjuk a versenytempót mutatja. Szabó Krisztián leszélesíti a menszát egy picit. Szóval ez így nagyon, nagyon jónak tűnik. Rátkai már támadja Szabót itt a sikámban, de itt nincs akkora tempókülönbség, hogy ezt csak úgy ki tudja használni. Viszont megint összeérnek küzdelem közben. Ezzel most nem veszítettek annyit. Oppá, Rátkai megpörög! De megfogja a fal előtt, és így visszajön a 6. helyre. Ez viszont sokba került neki, mert így lemarad. És most már nem lesz ideje visszazárkózni. No de. Talán még nem mondanám, hogy végleg lemaradt. A probléma elsősorban az, hogy idő nem elég, hogy felzárkózzon. Minden esetre Szabó Krisztián a 3. helyen, a legnagyobb rivális a kicsúszott, és most 1 másodperc a hátránya az első 2-vel szembe, de ezt 2 kör alatt simán ledolgozhatja, hanem még hamarabb. Sőt, mivel Magyarorsi hibázik, így már ott is van mögötte. Megkönnyítette Rátkai a dolgát azzal, hogy kicsúszott mögötte. De ennek a versenynek még nincs vége. És Szabó Krisztián is... De csúszkál a menszelbe. Annyira megpróbálják kiszélesíteni, csak néha túl sok lesz.
Közben szolgálati közlemény, hogy már 7 néző van, szóval úgy tűnik, hogy kezd beindulni a biznisz. Jó van, pörög, pörög, ez jó lesz. Egy millió néző, hát az lehet, át kéne váltani valami elmebeteg stílusra, mint a japánok szoktak tolni, mert akkor lenne, nem kell ahhoz japánul tudni, lehet akármilyen nyelven, de mondjuk az is tény, hogy a japán nyelv az önmagába képes rá, hogy ezt megprodukálja. Hát vagy az angol, mint világnyelv, az még akár működhet is. Bár annyira pörgősen azért nem tudnék beszélni angolul, mint ezek a tipikus amerikaiak. Hát nagyon érdekes lenne, magyar akcentus amerikai. Hello, what's up, man? Hey guys, what you're doing? Szabó Krisztián megérkezett Magyarósira. 5 perc, még hát az egyre kevesebb ideje van neki is. Rátkai visszaelőzte cséplőt közben, ez is egy hátrébb történik az akció bőven. Rátkainak talán több esélye már nincs felzárkózni, ha csak nem hibáznak előtte. Szabó Krisztián viszont még akár 2 pozíciót is nyerhet. Magyarósi lecsúszik az ívről, de egyelőre nem tud mellé érni Szabó Krisztián. Épp akartam mondani, opá, most viszont Szabó Krisztián az, aki kicsúszik, és Gál el is megy mellette. Gál ezzel a harmadik, Szabó Krisztián a negyedik. Úgy látszik, hibázgatnak az élmenők itt a bolyban. És azt sem mondhatni, hogy nem autózzák ki teljes szélességében a pályát, mert lassan a bukódereket is felgumizzák. Trungel viszont meglépett, mivel mögötte hibázgatnak folyamatosan. Szóval úgy tűnik, hogy egyre jobb esélye van erre a futamra, hogy megnyerje. Arra leszek kíváncsi most, hogy a Gál Szilveszternek azért jó volt a tempója, sőt, azt is tegyük hozzá, hogy a leggyorsabb kör, hát most már Rátkai nevéhez fűződik, de sokáig az ő nevéhez fűződött, tehát még neki is lehet esélyeit följönni, csak hát ugye a körszám egyre jobban fogy, meg hát főleg itt nem körszám van, hanem ugye a percszámláló, de ugye az körökben mérhető, és most Szabó Krisztián ott van szorosan Gál Szilveszter mögött. Egyrészt ő kapott egy nehezebb ellenfelet magának, hiszen Gál tempója azért jobb, mint az első kettőjé. Másfelől Gálnak most van esélye arra, hogyha kicsit meg tud lépni Szabótól, akkor ő esetleg át, ha meg tudja támadni még az első kettőt. De az az igazság, hogy 2 perc 48 másodperccel a végére, ami folyamatosan csökken, de most nem számolok vissza, ez egyre nehezebb. Ugyanis már nem autózik sokkal gyorsabb köröket, sőt Rátkai az, aki kegyetlen tempót autózik, 1.31, 5.49-szel megfutja a leggyorsabb kört, már másodszor. Szóval Rátkai brutál tempót diktál, Szabó Krisztián csúszkál mögötte, meg Gától is leszakadt. Szóval Rátkai még akár Szabóra megint megérkezhet, és na, az pikáns csata lehet az első futamból kiindulva. Gál pedig, ő viszont nem tud nagy tempóban érkezni az első kettőre, szóval lehet, hogy ez már eldőlt. Rátkaiban még lehet tartalék, legalábbis tempó biztosan, nagyon maga biztosan halad.
És mivel 1.24 van hátra, ezért most már biztos, hogy az utolsó kört kezdik meg, és ugyanúgy 13 körös lesz a második futam is. A Strunger is egyéni legjobb kört fut, nagyon próbál meglépni. A Rátkai viszont mindig 32-n belül, szóval az utolsó körben még pont az utolsó kanyarokra fog igazán odaérkezni Rátkai, és hát lehet, hogy az is már késő. Gáb egyértelműen ott van Magyar Orsi mögött, és ő is tudja, hogy az utolsó körre támadni. Az első hely már valószínűleg nem lesz meg, ha csak nem Strunger valami nagyot hibázik, de a második helyért még Gál megtámadhatja Magyar Orsit. De egyelőre nem is igazán volt pozícióban se. Most viszont közelebb van, mint az eddigi körökben bármikor. Kérdés, hogy ez mire lehet elég? És ugye jön hátulról a nyomás Szabó Krisztián személyében, sőt egy időtel majd Rátkai személyében is fog, még a kör vége felé. Főleg, hogy Rátkai most, aki igazán lendületben van, csak hát neki is hiányozni fog az a plusz egy kör. Gál most picit szélesen fordul, ezzel Magyar Orsi egy kis előnyhöz jut, és Gált elkezdheti támadni Szabó Krisztián. Sőt, most viszont Rátkai az, aki odaér Szabó Krisztián mögé itt a külső íven, 12-es kanyarhoz, és Rátkai, de Szabó rövidet fékez, de elfékezi. Rátkai elmegy mellette. És innen már Szabónak nincs esélye visszatámadni. Letelik az idő, Rátkai csak megcsinálta az előzést, de a duplázás viszont úgy néz ki, hogy itt sem lehet meg neki, ugyanis Strunger Szabolcs a célegyenesben, és megnyeri a második futamot itt a Hungaroringen, és érkezik Magyar Orsi Dániel a második helyen, Gál Szilveszter pedig a harmadik helyen, Rátkai a negyedik helyet mentett végül, Szabó Krisztián pedig az ötödik. Cséprő Máté érkezik a hatodik helyen, Olá Krisztián lesz a hetedik, és Sárosi az áthajtásos büntetés után a nyolcadik helyen zárja ezt a futamot. Érkezik még Borkovics a kilencedik helyen, és Kotenc lesz a tizedik. Úgy, a mezőny hátulja már egyébként nagyon le van maradva. De nem volt egy unalmas futam ez sem, sőt. Ez még érdekesebb volt, és itt már nem tudtak úgy felzárkózni az élmenők, mint ahogy ez a Aragón Motorlandon sikerült. Még egyszer tehát a végeredmény, Strunger Szabolcs nyerte a futamot, Magyar Orsi Dániel második, Gál Szilveszter 3, Rátkai János 4, Szabó Krisztián 5, Cséplő Máté 6, Olá Krisztián 7, Sárosi Gábor 8, Borkovics Bálint 9, Kotenc Dániel 10, Tóth Gergely 11, most érkezik, Rafael 12. helyen érkezik, majd hamarosan érkezik Sandó Balázs, ő zárja tehát a 13. helyen ezt a futamot. És ennyi, ugye kiesőnk most nem volt, csak rajtnál ugye Horváth Szabi, aki eltűnt. Tehát véget ért a hungaroringi hétvége is. Egy szintén izgalmas futam, bár talán nem annyira, mint a Motorland Aragónon, de azért remélem, hogy élveztétek az adásokat. Ugye most áttértünk a Facebookra, így most ez egy újfajta platform, amit próbálgatunk, hát majd Attilán múlik, hogy a jövőben mit szándékozik és mit tervez. Minden esetre még akkor elmondom gyorsan tehát a további közvetítéseket, hogy most a YouTube-on vagy a Facebookon, az majd az operatőr kolléga eldönt, a YouTube, most egyelőre visszaállunk a YouTube-ra egy időre, tehát YouTube-on várható még ugye a pénteki napokon szokott lenni az MPL, ez a F1 2017-es, de az most ezek szerint kimarad valamiért, mindegy. Ugye szombaton az első futamát láthatjátok a helyszín, majd Montreal lesz, Kanada. Vasárnap pedig ugye PF1-jel most nincs, szóval azt hiszem ilyenkor HSF1 szokott lenni, vagy RS Formula 2-ből valamelyik láthatjátok majd Attila közvetítésében, a kommentátorok pedig majd idővel kiderülnek, hogy kik lesznek. Szóval ennyi volt a BSR-el, VSR-re hungaroringi futama. Következő helyszín, azt még gyorsan megnézem, hogy mi lesz. Yeah.
tehát a következő helyszín meg Belgium lesz, Spa-Francorchamps. Az egy érdekes pálya, jó hosszú pálya lesz mondjuk, és ezekkel az autókkal meg aztán végképp a gyors szakaszok, de azt gondolom, hogy azok ott is majd izgalmas futamokat láthatunk, szóval reméljük, hogy velünk tartotok, akár még többen is, sőt reméljük, hogy minél többen lesztek, majd cél az, hogy az egész föld népességét elérjük, bárhogy ez mikor történik meg, az még egy jó kérdés. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, én Horváth Ádám voltam, az operatőr Létei Attila, és akkor további szép estét, jó hétvégét, sziasztok!